szeretek úszni, szeretem a vizet. Nem jetskiztem még, talán egyszer, még 5-6 éve. Én most nagyon várom, nagyon izgatott vagyok. Ez egy állós jetski, egy 1200 centis négyütemű. Ez meg egy ugyanolyan motorra rendelkező ülős, amit két személlyel tudtok használni. Nem kell saját jetskitek legyen, hanem mi adjuk a mellényt, lejön a kollega, elmagyarázza, hogy hogyan kell ezekkel bánni, hogy lehet használni, mettől meddig mehet itt a tavon, és utána mehet is. Negyed óra, fél óra, illetve egy óra hosszára tudjuk odaadni őket. Negyed óra az 15.000 forint, fél óra 24.000 forint, az egy óra meg 40.000. Ez egy bérlő jetskitó, egy 6 hektáros tó, be van bójázva, van benne 9 bója, és megvan a menetirány, hogy merre kell menni. Nem veszélyes. Itt van a kollega, segít mindenben. A kollégának az utasításait kell követni. Egy ilyen állójet egy ilyen 70-80-nal, az ülős a szintén. Csak ezzel nagyobbat lehet esni. Meg ezután úszni is kell egy kicsit. Köszönöm a felkérés, hogy itt lehetek a Sun City-be, mert régi álmom várik valóra, és remélem gyors megtanulom a fortéjait ennek a jetskinek, aztán remélem, hogy tudok száguldozni. Úszni tudok, jetskizni meg remélem, hogy tudni fogok. Hát nagyon élveztem, úgy nyomtam neki, mint egy kisgyerek a játszótéren. Tényleg nagyon komoly. Abszolút, tényleg úgy gondolt. Szerintem hasonlít egy robogóhoz, tényleg csak a gáz kell nyomni, meg kormányozni kell, úgyhogy tényleg aki kicsit tart tőle, az ne tartson, mert ha én is tudom vezetni, akkor szerintem mindenki. Okay, melyik volt a nagyobb kihívás sportembernek most így életedben először jazzkizni, vagy beugrani a ringbe egy Premier nevű örmény srác ellen az IBO címmeccseden februárban? Sokkal könnyebb volt. Meg én már előző nap kicsit csaltam, mert megnéztem a YouTube-on, hogy is kell ezt csinálni. Már a Jokromiant, vagy a Jazzkit? Mind a kettőt, úgyhogy fasza volt. Oké, és ha már sportnál vagyunk, mesélj egy picit még arról így az anyag végére, hogy hogy állsz mostanában. Karrier ügyileg, mik a tervek, célok? Jó, köszönöm. Alapozó időszakban vagyok, úgyhogy nem nagyon erőltetjük magát ezt az ökölvívást. Inkább csak a fizikális kondíción van most a főszerep. Reméljük, hogy szeptember-október tájékán már tudok ringbe szállni. Nagyon várom, most tényleg teli vagyok motivációval, és remélem, hogy eljutok a világbajnoki címig, azon vagyok.